Hermann Ottónak az őstörténet kutatás állóvízébe is sikerült követ hajítania. Ezt a követ Bársonyházi szakócának hívják, és általa bebizonyosodott, már 40 ezer évvel Hermann Ottó előtt is kedvelték az ősök a Hámor völgyét. Történet a magyar őstörténetről. 1891-ben egy miskolci ügyvéd Bársony János házának alapozásánál különös köveket talált, melyeket megmutatott Hermann Ottónak. A tudós azonnal felismerte a leletek jelentőségét, és két évnyi kemény kutatómunka, valamint a franciaországi tapasztalatok alapján kijelentette, ezek kőszerszámok, és korukat hozzávetőleg 40 ezer évesre becsülte. Ez volt az első hivatalos bizonyíték arról, hogy Magyarországon éltek ősemberek. Az ügy nagy port kavart, sokan a kövek eredetét is megkérdőjelezték. A szkeptikusok szerint biztosan a felhőszakadás hordta le őket a hegyekből. A Földtani Társulat a kérdés eldöntése érdekében engedélyezte az ásatások megkezdését. Előtte azonban kineveztek egy szakértőt, aki ellenezte Hermann elméletét, és szinte nyomban nemzetközi szinten cáfolta a felfedezés eredményét. Aztán bevillant egy régi emlék, a temetőről, ahol a legjobb paritja köveket találták. Kiderült, hogy a sírások is találtak furcsa köveket, és ezután már nem kellett sok. Megkezdték a feltárásokat. Megállapították, hogy Miskolcon és a környéken lévő barlangokban igenis élt ősember. Így fedezték fel a szelet a barlangban rejtőző maradványokat. És ekkortól bizony át kellett írni Magyarország őstörténetét. Hermann Ottónak ez volt a legnagyobb büszkesége.